Különféle szimulátorokkal ismerkedhettek meg a kíváncsiskodók az autómentes napon Dombováron. Akinek kerékpárja van, elhozhatta ellenőrzésre is, hogy megbizonyosodjon annak tökéletes és szabályos működéséről. Annyi volt a célunk ezzel az egésszel, hogy egy kicsit fiatalos lendületet vigyünk ebbe a rendezvénybe, és próbáltuk úgy az összes programot összeállítani, hogy az összes korosztály megtalálja itt a számára tökéletes időtöltést, így ott láthatjátok az alternatív közlekedési eszközöket, ki lehet próbálni. A gyerekek rácsodálkozhattak a régi idők gépkocsijaira, az idősebbek pedig nosztalgiával gondolhattak vissza egy-egy emlékezetes autómárkára. A délután folyamán Váy István újságíró tartott kerekasztal beszélgetést, aki a média erős hatásairól is beszélt a környezettudatosság kapcsán. Egy kicsit erről fogunk beszélni, miért fontos energiatudatosnak lenni. Ugye alapvetően én az autóipar oldaláról érkezem, az autózás oldaláról, és ott ez egy ugyanolyan kardinális probléma, mint akár a hétköznapokban az átlagembernek. Szóval ez egy nagyon bonyolult, összetett játék. Itt nem sok összetevős. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy majd akkor leszünk energiatudatosak, hogyha elektromos autóval járunk, vagy hogyha biciklivel járunk, mert ahhoz mindenkinek hozzá kell tennie a magáit. Egészen a kisembernek, a végfelhasználónak, meg ugye a nagy gyáripari óriásoknak, meg természetesen az államnak is. És akkor azért jöttünk ide, hogy egy picit így megpróbáljuk ezeket a dolgokat közelíteni, vagy elmagyarázni mindenkinek, hogyha nem kezdjük el otthon, akkor nem fogjuk soha tudni megcsinálni. Nagyon könnyű manipulálni a tömegeket a média által, és nagyon nehéz a tömegeknek tisztán látni ebbe a kérdéskörbe, mert mindig érdek vezérelt minden változás, ami történik ez ügyben. És az átlagembert, akinek mondjuk nem ez a szakmája, hanem mondjuk egy másik tiszteletre méltó szakmája van, azt nagyon könnyű ezzel megvezetni, tudod, mert hangzatos címek vannak, hangzatos szavak vannak, mindenki gyors eredményeket ígér, holott tulajdonképpen azért nagyjából 20 éve helyben járunk, és talán most jött el az az idő, hogy változzon valami, és talán egy tisztább világ felé menjünk. Az autómentes nap adott teret az Energiatudatos Dombovár nevű projekt nyitó rendezvényének is. Szemléletformáló előadások segítségével közös gondolkodásra hívják a város lakosságát. Ezeken a programokon szó esik arról, hogy egyénileg a háztartásokban, munkahelyeken és közösségi szinten mit tudunk tenni az energiafelhasználásunk csökkentéséért. Szorosan összefügg az energia és az éghajlatváltozás kérdése. Ez ugye a korunk 21. század legnagyobb kihívása, ami a jelenünket és a jövőnket leginkább befolyásolja. Ezért a projektnek egy rendkívül fontos eleme, hogy elkészül, illetve pontosabban továbbfejlesztjük a mai kor kihívásainak megfelelően Dombovár klímastratégiáját. Ez egy rendkívül fontos dokumentum, mert azt fogja megmutatni, hogy a közeljövőben mi vár erre a térségre, mit tehetünk, hogyan tudjuk mérsékelni a hatásokat. De mivel az éghajlatváltozást nem tudjuk már megakadályozni, csak maximum a mértékét tudjuk egy kicsit befolyásolni, a létező legfontosabb feladat itt helyben és vidéken, a minél nagyobb mértékű felkészülés az éghajlatváltozás okozta következményekre. Tehát ebben az Energiatudatos Dombovár projektben lakossági műhely találkozókra hívjuk az embereket, tematikusan a különböző célcsoportoknak megfelelően, tehát külön a vállalkozókat, külön az intézményeket, külön a háztartásokat, és egy közös gondolkozással szeretnénk azt kialakítani, hogy itt helyben mik azok a dolgok, amivel a legtöbbet tudunk tenni az energiatudatosság és az energiaszükséglet, és ezáltal az éghajlati kérdésekben. Ugyanakkor a szélesebb körű szemlélet formálás is rendkívül fontos, ezért például el fog készülni egy kiadvány, ami egy mindennapi útmutató ahhoz, hogy minél inkább energiatudatosan tudjuk élni az életünket. Kocsis Anikó ökológus elmondta, Dombovár a Kaposmenti Társulás tagjaként mit tud tenni a térségben a klímaváltozás ellen. Dombovár város csatlakozott a Kaposmente Társuláshoz,
és ennél a társulásnál egy nagy térségi klímastratégia kialakítása van folyamatban, illetőleg széles körű szemletformáló kampányok. Ennek keretében el fog készülni egy a hátam mögött lévő vándorkiállításhoz hasonló éghajlatvédelmi kiállítás, tehát éghajlatvédelmi és alkalmazkodási vándorkiállítás, amit az intézményekbe, iskolákba, illetőleg a majd a járvány utáni rendezvényekre szeretnénk elvinni. Addig pedig majd online lehet megtekinteni a dombovárból.hu, illetőleg az Energiatudatos Dombovár Facebook oldalon. Az önkormányzat rendezvényén tehát idén a klímaváltozás kapta a főszerepet. A nap végén egy látványos gyorsulási versenyt tekinthettek meg a négy sávosra érkezők. A futurisztikus Tesla és az akciófilmek sztárja egy Ferrari mérte össze sebességét. A futamon az is kiderült, hogy attól még, hogy egy autó elektromos, még nem jelenti azt, hogy nem képes felvenni a versenyt a száguldó vörös csodával.